Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Február 18-a péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Folytatódott a Győr 750-es érmék átadása. Januártól az Árkád Győrben juthatnak hozzá a jubileumi érméhez a 20 év alatti fiatalok. Ezúttal dr. Pergeláz alpolgármester segítkezett az érmeosztásban. A diploma átadókról szól a hétvége a győri Széchenyi István Egyetemen. Pénteken és szombaton 5 különböző karon összesen több mint 5000 végzett hallgató veheti át értékes diplomáját. Pénteken elkezdődött az Arabona évszázadai városismereti vetélkedő. Az idei versenyre 48 csapat és 192 diák nevezett, aminek témája a környezetvédelem lesz. Január 1-től a 25 év alatti munkavállalóknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez a kormány jóléti intézkedéseinek egyike, ami a jól teljesítő gazdaság eredményeinek köszönhető. Az intézkedés 280 ezer dolgozó fiatal számára nyújt komoly segítséget. Az adómentességnek köszönhetően a győri fiataloknak is évente mintegy 500 000 forinttal lesz több a bérük. Nem csak a fiatalok, de minden magyar munkavállaló jól jár január 1-től, hiszen emelkedett a minimálbér is bruttó 200 000 forintra. A fiatalok jelentik a jövőt, a fiatalokba fektetett energia mindig megtérül, a fiatalokat ezért érdemes támogatni. A magyar kormány ennek szellemében számos, a 20 éveseket segítő intézkedést hozott az elmúlt időszakban. Ezek közül talán a legfontosabb a 25 év alattiak adómentessége, amit korábban még a miniszterelnök javasolt. Az SZIA mentesség a győri fiatalok számára is nagy előny. Vannak olyan feladatok, amelyekre most van mód és lehetőség a borzalmas koronavírus járvány után, miután helyreállt a gazdaság. Magyarországon hamarabb állt talpra a gazdaság, mint a környező országokban, és mondjuk akár Európa különböző országaiban. És ez a hamarabb talpra álló gazdaság több költségvetési bevételt hozott, eredményezett az országnak, és korábbi olyan adósságot, amelyet most így törleszteni tud a kormány, mert van miből kifizetnie, így például a fiatalokra is nagyobb figyelem kerülhetett. Régóta szükség volt erre, és azt gondolom, hogy ez megint egy olyan jó kormányzati döntés, amely pont azt a réteget célozza meg, pont azok számára jelent nagy segítséget, akik amúgy is az életkezdésük miatt, az iskola befejezés után, családalapítás kezdetén egy óriási nagy-nagy segítséget jelenthet számukra. A munkavállalók helyzetének javítása folyamatos kihívás a kormány számára. A bérből és fizetésből élők is jól jártak január 1-től, hiszen bruttó 200 000 forintra nőtt a minimálbér, és 260 000-re a szakmunkás bérminimum. Évről évre folyamatosan emelkedni tudott a garantált bérminimum, tehát a szakmunkás minimálbér és a minimálbér. Ugye az egyiknek az összege bruttó 260 000 forint, a másiknak bruttó 200 000 forint. Ez mind-mind sokkal több, mint a korábbi 2010 előtti időszakban, és ez összességében mindig a gazdaság szereplőit arra sarkalja, hogy akiknek ennél magasabb a keresete, hogy azokat is emelni kell. Tehát az látszik Magyarországon, hogy az elmúlt esztendőkben folyamatosan és töretlenül nőnek a bérek, és ehhez párosulnak még olyan kormányzati intézkedések, amivel egyébként különböző adózás csökkentéssel, adózási feltételek javításával sokkal több pénz tud maradni a magyar családoknál, a magyar embereknél, a munkavállalóknál. A magyar kormány a gyermeket nevelő családokra is kiemelten figyel. A szülők, akik igényelték és jogosultak rá, már készhez is kapták tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat. Ez fejenként akár 800 000 forint pluszt is jelentett az érintetteknek. Csütörtökön folytatódott a Győr 750-es érmék átadása az Árkád Győrben. Januártól ugyanis a bevásárlóközpont szívében vehetik át a 20 év alatti győri fiatalok a nekik járó emléket. Dr. Dézsi Csaba András kezdeményezésére Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank adta ki a jubileumi érmét, ami egyébként hivatalos fizetőeszköz is. A csütörtöki eseményen Győr polgármestere és dr. Pergeláza alpolgármester működtek közre. A Győr Plusz Rádió csapata már kora délután kitelepült az Árkád Győr bevásárlóközpontba. Bajzát Zsuzsi, Herkeli Ákos és Fűzfa Máté már a hagyományos csütörtöki érmeosztásra melegítettek, és igyekeztek jó hangulatot varázsolni az egyébként is különleges légkörű eseményen.
Szia, szóterőrtel! Egy fiatal ember érkezik dr. Dézsi Csaba Andráshoz, akitől átvehette a jubileumi érmét. Győr polgármesterének kezdeményezésére Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank adta ki a jubileumi érmét, ami egyébként hivatalos fizetőeszköz is. Nagyon népszerű a 750 forintos érme a fiatalok és a családok körében. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, hogy megkapják a 20 éves és 20 év alatti fiatalok, ami egy örök emléket nyújt számukra egy olyan városról, amelyik egy kerek évfordulót ünnepel, és egy olyan különleges pénzérmét kapnak, ami bár kereskedelmi forgalomba lehet helyezni, de hát nem gondolom, hogy bárki is ezzel vásárolna. Ez egy kedves emlék maradhat nekik a következő, reméljük, hogy hosszú évtizedeken keresztül. Januártól új helyszínen zajlik az érmeosztás, és csütörtöktől ismét egy újítással tették egyszerűbbé a győri forint átvételét. Az eddigi online regisztráció helyett a helyszínen is lehet regisztrálni, ami könnyebbé és gyorsabbá teszi a folyamatot. Minden döntés jó döntés. Ha nem arra törekednénk, hogy egyre jobb döntéseket hozzunk, akkor az nagy baj lenne. Tehát én ezt egy jó döntésnek tartom. Egyébként is nagyon jó az a környezet, amiben sok-sok ember van jelen, és különböző okokból jöttek most el. Ugye az olimpiai sportparkba általában a sportosok jönnek, de itt mindenki itt van, aki nem sportolna, hanem csak vásárolna, nézegetne, enne vagy inna valamit, és akkor látja, hogy mi itt milyen nagy boldogan szeretnénk megajándékozni a feltételeknek megfelelő fiatalokat, egy-egy 750 forintot érő, de annál sokkal többet jelentő érmével a győrieket. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ismételten öröm itt lenni, és köszönjük polgármester úrnak! Az elmúlt hónapok során több ezren vették át a város ajándékát a 750 éves évforduló tiszteletére kibocsátott győri forintot, ami biztos, hogy jövő héten csütörtökön ismét lesz érmeátadás. Dr. Dézsi Csaba András Facebook oldaláról pedig kiderül, nyárig lesz lehetősége átvenni a 20 év alatti győri fiataloknak. A diplomaátadókról szól a hétvége a Széchenyi István Egyetemen. Pénteken és szombaton 5 karon összesen 534 hallgató veheti át jól megérdemelt diplomáját. Pénteken az építész, építő és közlekedés mérnöki karon, illetve a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Karon végzettek kapták meg diplomájukat. Szombaton pedig a Kautz Gyula gazdaságtudományi, valamint az Audi Hungária járműmérnöki és a gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki kar végzőseinek tartanak diplomátadót. Híradónk az egyik pénteki diplomaosztón járt. Érkeznek a hétvégi diplomaátadó dömping első felvonásának főszereplői. Péntek délelőtt az építész, építő és közlekedés mérnöki karon végzettek vehették át jól megérdemelt, ráadásul rendkívül értékes diplomáikat az egykori zsinagóga épületében. A kar dékánja köszöntőjében azt mondta, az elmúlt két év Covid okozta megpróbáltatásai ellenére a pénteki nap egy igazi örömünnep. A mai nap egy örömünnep. Ez a mai örömünnep mindhármunk sikere. Siker a hallgatóknak, akik minden akadályt eredményesen véve ma itt ülhetnek. És néhány pillanat múlva diplomásként nézhetnek rokonaik, barátaik szemébe. Siker a családtagoknak, akik támogatása termékeny talajra hult, és nem veszett kárba, s ím büszkén mondhatják, sikerült gyermekem. Siker nekünk is, hiszen munkánk beérett, nem hiába dolgoztunk. Ez a mai örömünnep mindhármunk sikere. Mindhárman kellettünk hozzá. A 68 most diplomázó mérnök nevében Sek Gergő alapszakos hallgató búcsúzott az egyetemtől. Ő azt mondta, most végzettek, büszkék lehetnek a diplomájukra. Az éveken át végzett kitartó munkáért ma megkapjuk az elismerést, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki büszke lehet magára, és sikerre teljesítette az akadályokat. Ma mind mérnökök leszünk, és hogy mit is jelent mérnöknek lenni, Kozma János, Kossuth-díjas villamosmérnök szavait idézem. A jó mérnök alkotó ember, független személyiség, a tevékenységét pontosan le lehet mérni, és ki lehet számítani. Egy ajtó bezárult előttünk, de sok másik kinyílt, melyek új lehetőségek tartalmaznak,
rajtunk áll, melyiket választjuk. Kedves hallgatótársaim, én azt kívánom, hogy legyünk precíz és sikeres mérnökök. Ezt követően átadták az oktatók a hallgatókért díjat, majd a Pro Progressorum és a Pro Auditoribus elismerések is gazdára találtak. Végül pedig a 68 frissen végzett mérnök személyesen vehette át diplomáját a dékántól és a Széchenyi rektorától. Péntek délelőtt elkezdődött a Zarabona évszázadai városismereti vetélkedő, amit idén már 9. alkalommal hívtak életre a szervezők. A Győr-Szent Iváni Molnár Vidbertalan Művelődési Központban rendezett megnyitón kiderült, az idei versenyre 48 csapat, összesen 192 diák nevezett, és a nagy sikerre való tekintettel a tavalyi év után ebben az esztendőben is részt vehetnek a játékban a győriek. A kétfordulós vetélkedő kiemelt témája ezúttal a környezetvédelem lesz. Izgatott gyereksereg gyűlt össze pénteken délelőtt a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban. Hagyományosan itt tartják az Arabóna évszázadai megnyitóját, az idei már a 9. városismereti vetélkedő. A Győr-Szent Iváni Központ és a Győr Plusz Média közös szervezésében megvalósuló kétfordulós verseny továbbra is rendkívül népszerű a fiatalok körében. Nagy örömünket szeretném tolmácsolni, mert idén is rengetegen jelentkeztek a játékra, 48 csapat, 192 diák, 9 iskola, úgyhogy igazán rendkívül elégedettek vagyunk, és nagy boldogság számunkra, hogy 9 év alatt is ennyire népszerű ez a játék. Tavaly Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója alkalmából kiterjesztették a vetélkedőt az egész győri lakosságra, így bárki nevezhetett. Olyan sokan éltek a lehetőséggel, hogy idén sem szeretnék kihagyni a győrieket a játékból. Két fordulóban tudnak nevezni, a totókérdéseket tudják kitölteni, ami két hetente jelenik meg a Győr Plusz újságban, és a helyesnek vélt megoldásokat az arrabona@gyorplusz.hu e-mail címre kell majd beküldeniük. Azok vehetnek részt majd a sorsoláson, mert hogy ennek lesz egy ajándékozása, akik legalább 4 fordulót hibátlanul küldenek be. A második rész pedig szintén egy belvárosi felfedező túra. A részükre is össze fogunk állítani egy útvonalat, amit bejárva kell majd teljesíteni, és a kis feladatlapot, menetlevelet pedig majd be kell dobni a látogató központba elhelyezett ládikába. Ebben a játékban benne van a múlt, a jelen és a jövő. Losic Ferenc, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a fiatalokat, és nyitotta meg a rendezvényt. Az önkormányzat részéről Rózsavölgyi László adott útravalót a verseny résztvevőinek. Azt szeretnénk, hogy a feladatokon keresztül olyan maradandó emlékek kössenek benneteket Győrhöz, amelyeket egész életetekben nem fogtok elfelejteni. Hiszen akár akarjátok, akár nem, ti győriek maradtok. 10 év múlva, 20 év múlva, 70 év múlva, azt kell minden egyes vízumra és minden egyes hivatalos papírra beírnatok, hogy születési hely Győr. A városrész önkormányzati képviselője sokat szorra szólt a diákokhoz. Dr. Sík Sándor civil foglalkozása állatorvos, így hozzá még közelebb áll az idei vetélkedő témája, vagyis a környezetvédelem. Ti tulajdonképpen majd a mostani ismeretekkel letesztek annak az alapjait, amit majd a későbbi generációk fognak majd megélni, hiszen amit most a környezetvédelemmel kapcsolatosan megtanultok, illetve elsajátítottok és megismertek, és ezek szerint fogtok élni és cselekedni, akkor a későbbi generációnak fogjátok majd letenni az alapjait. Hiszen a környezetvédelem az mindig egy kicsit a következő generációkra fog gondolni, hiszen a ma embere fogja megszabni azt, hogy a jövő embere miként és hogyan fog élni. A bronzis táncosai a témához kapcsolódó performanszal készültek, és a szokásos, magas színvonalú produkcióval szórakoztatták a fiatalokat, akiknek ezzel elindult a verseny. A vetélkedő első részében 5 alkalommal 13+1 kérdéses totó jelenik meg a Győr Plusz heti labban 2 hetente. Ezeket kell helyesen kitölteni a diákoknak. A vetélkedő második részében különböző belvárosi helyszíneket kell majd felkeresniük útlevél segítségével. A döntőbe a legügyesebb 10 csapat kerülhet be.
A jelenleg is zajló házasság hete című rendezvény alkalmából Lackfi János, József Attila díjas költő és felesége Bárdos Júlia tartottak előadást csütörtök este a Széchenyi István Egyetem apácai Csere János karán. A 6 gyermeket nevelő 4 unokás házaspár könnyed, szórakoztató stílusban beszélt házasságuk örömeiről és gondjairól, azt hangsúlyozva, hogy minden problémás helyzetből van kiút. Az előadás fő üzenete az volt, hogy maradjunk együtt. Voltak, akiknek már szék sem jutott, annyian voltak kíváncsiak Lackfi János és felesége Bárdos Júlia előadására csütörtök este a Győri Egyetem apácai Csere János karán. A József Attila díjas költő és felesége arról beszéltek, hogy mi a jó házasság titka. Nagyon sok minden, ami olyan természetes velejárójának tűnik az életünknek, az tulajdonképpen krízis, amennyiben azt a felállást, amelyben vagyunk, hogy mondjuk 2 szerelmes, vagy 2 szerelmes plusz 1 gyermek, vagy csak még 1 gyermek jön, ugye akkor mindenkinek megkérdőjeleződik egy kicsit a helye. Tehát, hogy hol vagyok én ebben a történetben. És ugye a család az amúgy is egy ilyen akrobata mutatvány a cirkuszkupolában, tehát hogy mindig van, aki zuhan, mindig kell, hogy legyen egy kéz, amelyik elkap és földob a levegőbe. Tehát, hogy az összhang az, ami nagyon fontos, hogy lekövessük az egymás mozgását, a lelki mozgását. A házaspár szerint a legfontosabb üzenet, hogy minden problémás helyzetből van kiút, a fő cél pedig, hogy a párok maradjanak együtt. A költő felesége szerint kell egy jó nagy adag türelem, kitartás, újrakezdéshez való kedv, valamint érdemes kialakítani egy rendszer, de ez az elején nekik is nehezen ment. Van egy nagyon szép példázat, ami nekem nagyon megmaradt, hogyha egy üveget meg akarunk tölteni, először nagy köveket rakunk, aztán még kicsiket a közébe, aztán még homokot, még vizet, de hogyha nem a nagyokat rakjuk belőle, akkor azok már nem fognak beférni. És hogy ez ilyen annyira fontos, hogy ezt így tisztázni, hogy mik ezek a nagy kövek, amik nagyon szeretném, hogy benne legyenek a napba, és azokat először elhelyezni, és aztán a kicsik kitöltik, úgyse lesz maradék idő. A házaspárnak 6 gyermeke és 4 unokája van. Manapság a legfontosabb elvük, hogy egymásra és Istenre is legyen idejük. Csendes Ramona és Kovács Apollónia amatőr festőművészek, költők közös kiállítása nyílt meg csütörtökön a Marca létteremben. A fiatal művészek közül Ramona 2 éve fest, egy ajándék kapcsán kezdett alkotni. Apollónia 16 éves kora óta rajzol, autodidakta módon képezi magát, a művész a képein keresztül fejezi ki érzéseit. A festők mindegyike verseket is ír. A művészek olaj- és akrilfestményeit március végéig az étterem nyitvatartási idejében lehet megtekinteni. Olaj- és akrilfestmények kerültek a Marca létterem falára. Csütörtök délután nyílt meg Csendes Ramona és Kovács Apollónia közös kiállítása. Csendes Ramona 7 évvel ezelőtt kezdett el versekkel foglalkozni, amikor egy nehezebb szakasz volt az életében. Festői karrierje 2 éve kezdődött, amikor nem tudta, mit ajándékozzon a bátyja születésnapjára. Úgy gondolta, fest neki egy képet, amit megmutatott egy ismerősének is. Ő biztatta, hogy foglalkozzon a festészettel, amivel célja az érzelmeinek az átadása. Igazából mindig valamilyen érzés útján történik, vagy látok egy jó képet, egy fényképet, és azt tovább gondolom, hogy mi az, amit nekem sugal, vagy mond. Értem. És ezek a festmények milyen technikával készülnek? Én olajfestményeket készítek, igazából egy kicsit ez türelemjáték. Én úgy gondolom, hogy nekem az életemben meg kellett tanulnom azt, hogy várni kell dolgokra, és ez nagyon... sokat segített abban, hogy türelmesebb legyek, és megvárjam, hogy mikor érik be egy történet, illetve nekem valahogy a textúrája sokkal közelebb áll a szívemhez, mint másnak. És az írásban mi inspirált téged, illetve mi? Hát az írásban mindig valami életesemény, ami kihozza belőlem, és soha nem szoktam gondolkozni azon, hogy írjak-e valamit, az... Ramona szeretne továbbfejlődni, és célja egy naptárt készíteni, amelyben a festményei és a versei is szerepelnek, és amelynek bevételét jótékony célra kívánja fordítani. Kovács Apollónia akrillal fest, azt mondja, sokszor szavakkal nehéz elmondani azt, ami benne van, és amikor megfogja az ecsetet, akkor minden egyszerűbb, arra tud összpontosítani, amit igazán érez és gondol. Örülök, hogy ennyien eljöttek, és kíváncsiak az alkotásainkra. Igazából mindig ilyenkor érzem igazán azt, hogy igenis van értelme, és igenis
van miért újra kezdeni és újra felállni, bármennyire is, bármilyen rossz történik is velünk, akár egy-egy hétköznapon. És hogy így vagy úgy, de mindig meglátjuk azt, hogy a legjobb dolog, ami történhetett velünk. Én 16 éves korom óta festek, és vagyis, hogy akkor kezdtem el rajzolgatni, aztán pár év múlva ecsetet fogtam. Én is saját magamtól tanultam, autodidakta módon, tehát nem tanultam képzőművészetet. A tárlat március végéig tekinthető meg az étterem nyitvatartási idejében. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb február 21-én, hétfőn, este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.